Hosszantartó, türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt Bara Margit. A Kossuth és Balázs Béla Díjas színésznő 88 éves volt. Akkor hát mégis igaz. A fácián égra rádvetette a szemét. Ületette meg a medvét. A A szemei gyönyörűek voltak. A nézése ellenállhatatlan. Nem véletlen, hogy még könyv is megjelent csodálatos tekintetéről. Aki csak ránézett, szinte azonnal szerelmes lett belé. Az egyik legszebb magyar színésznő 1928-ban született Kolozsvárot kétnyelvű gyermekeként. Már középiskolásként statisztának jelentkezett a Kolozsvári Magyar Színházba, majd amikor 1955-ben áttelepült Magyarországra, már érkezése napján próbafelvételre hívták a filmgyárba. Ranódi László neki adta a Szakadék női főszerepét, a filmben kitűnően érvényesült dekoratív szépsége. Az ezt követő bő egy évtized alatt 26 filmben játszott, többnyire főszerepet. Az országos népszerűséget második filmje a Bakaruhában hozta meg számára, melyben Darvas Iván partnereként játszhatott. Tragikus női sorsokat jelenített meg más olyan nagy sikerű filmekben, mint a háza sziklák alatt, a szegény gazdagok és a hideg napok. 1957-től a Nemzeti Színházban lépett fel. Kiváló szerepeket kapott és a csúcson volt, amikor 1964-ben nevét belekeverték a zavaros Ónódi ügybe. Az egész városban elterjedt a vadászházakban lezajlott vad orgiákról szóló plegyka, és a botrányban ráosztották a női főszerepet. Az utcán utána kiabáltak obszén telefonokat, gyalászkodó névtelen leveleket kapott hiába próbált védekezni a rágalmak ellen, utcára tették a nemzetiből, a kollégák, barátok elfordultak tőle, pályafutása 36 évesen derékba tört. Ebben a légkörben megváltással ért fel számára, amikor második férjével az olimpiai bajnok vízilabdázóval, Gyarmati Dezsővel és kislányukkal Eszterrel 1970-ben Kolumbiába utazhatott. Hazatérésük után az NDK-ban kapott még egy filmszerepet, de a filmet itthon be sem mutatták. A színpadtól 1978-ban végleg visszavonult. Művészetét Balázs Béla díjjal, és 2002-ben Kossuth díjjal is elismerték. 2011-ben a filmszemlén életmű díjjal tüntették ki.